A Bácsföldvári Vojvodina futballklub labdarúgói barátai és vezetősége szerdán a nyári szünet után harmadszor találkozott a település Gyorgyetta Pavica Gyója sportközpont pályáján. Nem volt sok pihenő, és a csapat nem bízta a véletlenre a dolgot, de az előző szezonból tanulva keményen és gőzerővel készülnek az új szezonra, a nagyon meleg időjárási körülmények között. Készülünk, de ezúttal az első perctől kezdve, és nem úgy, mint tavasszal. Az első perctől kezdve nem a pontokért, hanem a gólokért fogunk harcolni. Megbíztuk polgártársunkat, Lazár Tapislyevicset, aki helybeli, és a fiúk is ismerik. Tulajdonképpen már a második mérkőzés után kiderül, hiányzik-e még valami a csapatot illetően. Itt minden adott, ami egy minőséges munkához szükséges. A fiúk mindannyiunk számára többé-kevésbé ismertek. Fiatal csapat, de én optimista vagyok. Bár januárban is optimista voltam, de most még nagyobb optimista leszek. Ha időben elkezdjük, és az első perctől kezdve harcolunk, még messze van a bajnokság. Én úgy gondolom, hogy sikeresek leszünk. A szerdai edzésen 17 játékos vett részt, közülük többen indokoltokból hiányoztak. Az új játékosokkal együtt Lazár Tapislyevic pár év után visszatért a klubhoz, ahol megkezdte edzői pályafutását. Mint rámutat, jó visszatérni abba a klubba, ahol megismerkedett az edzősködéssel és elkezdett foglalkozni vele, de a régi dicsőségből nem lehet megélni, és itt az ideje, hogy új szezont és új kihívásokat kezdjenek, emelte ki. Jelen pillanatban elégedett vagyok a játékos létszámmal. 4 vagy 5 játékos elhagyta a klubot, akik ősszel jöttek, és most már elmondhatom, hogy hivatalosan hozzánk csatlakozott Stefan Korács, Nemanja Markovics, és a 2 bónuszjátékos Luka Božičić és Stefan Jankovics, akik a Becsei Ifjúsági Futballklubban szerepeltek. Még néhány játékossal folynak a tárgyalások, akik majd mindenképpen erősíteni fognak bennünket. A célunk az, hogy minden pozíciónak legyen konkurenciája, és hogy egy olyan csapatot hozzunk létre, amely csapatként fog működni. Szeretnénk a baráti mérkőzéseken minél jobban összehangolódni, és meg szeretnénk valósítani célunkat. Nevezetesen azt, hogy az első 5 csapat között legyünk ebben a félszezonban. Idén nehezebb lesz, mert változik a versenyrendszer. Ezzel együtt minden csapat arra fog törekedni, hogy felerősödjön. Így a konkurencia nagyon-nagyon erős lesz a tabella felső részén. Mi azonban minden tőlünk telhetőt meg fogunk tenni, hogy arra a helyre kerüljünk, ahol véleményem szerint kellene is, hogy legyünk. Augusztus 12-én és 13-án kezdődnek a vajdasági bajnokságok, addig 6 kontrollmeccset játszanak a Vojvodina futballistái. Július 16-án a Perlasi azonos nevű csapatot látják vendégül. 23-án pedig a Belcsényi Cementet, július 29-én és 30-án tartják a 14. Bácsföldvár trófeáját, amelyen a házigazdák mellett részt vesznek a Tisza István falvi Mladost, az Ókéri Obilics és a Temerini Töszökö csapatai is. A bajnokság előtti utolsó főpróba a tervek szerint augusztus 5-én lesz, amikor a Vósa a Temerini Sloga csapatával mérkőzik meg hazai pályán.